Hello, hello, srácok, szevasztok, üdvöd mindenkinek, csodálatos pénteket? Péntek van, ez lehet? Hú, de gyorsan elrepült ez a hét, pedig amúgy nagyon teszkósra vettem, alig volt stream, alig ahhoz képest. Srácok, szevasztok, köszönöm szépen, hogy ma is ilyen sokan jöttetek. Secret Gaming, Dani, Zubor, Krebi, Újszedem, Norbi, Envik, Szilvi, Maci, szevasztok, srácok. Dupla Fuchs. Oda néz, dupla Fuchs, mert rájöttem, hogy hogy tudom megoldani. Meghosszabbítottam az ezüst Fuchsot egy csellel, szétfeszítettem egy láncot, és meghosszabbítottam, és így lehet dupla Fuchs. Na erre varjatok a gombot. Ilyen hasznos dolgokat csinálok, ugye? Ugye? Ez nagyon fontos. Abszolútli. És képzeljétek el, srácok, ma volt az első nap, december 16-a óta, hogy nem úgy keltem föl reggel, hogy meg akarok halni, olyan beteg vagyok, úgyhogy nem véletlen van ilyen jó kedvem. Még köhögök egy kicsit, de ma végre úgy keltem föl, hogy kapok levegőt, meg ilyenek, és hogy de fantasztikus, ez egy csodálatos péntek, úgyhogy remélem nektek is egyébként ilyen szuper jól telik, és életkedvet adhatok, sugározhatok nektek végre, természetesen a raft körítésében, hiszen folytatjuk tovább a kis tengeri túlélő tálánadunkat. Bezony, bezony. Szevasztok, srácok, üdv mindenkinek. És hát már köszönöm is Sebastian a giftet, Hegedűs Levi neked a feliratkozást, Krebi, Martin, Koti, ti már veteránok vagytok, Apollo, köszönöm a donációt, szép napot, jó túlélést, hagyomány lett végignézni az ETS 2 streameket ünnepekkor. Köszönöm szépen. Igen, na hát azért még nincs 100% itt. Majd meglátjuk, hogy bírom staminával. Nekem is hiányzik az Euro Truck Simulator, meg a Forma 1 is nagyon-nagyon hiányzik. Lesz majd erre megoldás, srácok, mindent a maga idejében, de nyilván nagyon sok olyan játék van, amit én is még szívesen játszanék, és nem új megjelenés. Majd ki lesz ez találva okosan, minden a maga idejében ennyit megígérhetek, de én is élveztem azokat nagyon, és Vexor, neked is nagyon szépen köszi a 14 hónapot. Eurokamion VB? What? Haló? Még a közös nyelvet mindig nem sikerült néha megfejtenem a csettel, de ez az én hibám, nem a tiétek, srácok, ne aggódjatok. Formula Track streamek lesznek, igen. Hogy telt a napom, kérdezi Huba, teljesen jól. Huba, most mondta vel egyébként, de nagyjából a lényeg ennyi. A lényeg, hogy egy fokkal jobban vagyok, reméljük, hogy nem fog kifogyni a levegőből így félúton, azért a betegség miatt az eheti streamek jóval rövidebbek voltak. Tegnapi kodnak a végén, az utolsó egy órában én már meg akartam dögleni. Azt láttátok is, de hát na, ilyenek vannak néha. Ettől függetlenül a világ nem áll meg, meg én sem. Már jobban leszek, azt majd minden tökéletes lesz, mint régen, amikor szintén nem volt minden tökéletes, de na. Úgyhogy, ja, ez nagyjából a szituáció jelenleg, srácok. Nyomjuk tovább a raftot, így hétzárásnak, azt a jövő héten is folytatjuk, meg jövő héten majd lesz megint egy újabb sorozat, amit elkezdünk. Még azt akartam mondani, igen, mielőtt belevágunk, hogy a tegnapi COD stream nem fog fölkerülni a VOD-ra, mert láttátok, akik itt voltatok élőben, hogy csomószor bezárult a streamer program, tehát itt technikai problémák voltak bőven, jószerivel. Ja igen, megtaláltam a gyűrűk ura relikviámat, az van az ujjamon, azt basztatom. Az egy gyűrű. Szóval a kód nem fog sajnos fölkerülni a VOD-ra. Úgyhogy majd aki keresi, adjátok tovább neki. Meg kell őrölni a C-vitamint, és el kell szívni. Írja Fradi fan. Na jó, videójátékozzunk, srácok, folytassuk tovább tengeri kalandjainkat, nem játszottam streamen kívül, úgyhogy pontosan onnan nyargalunk tovább, ahol abba hagytuk. Haló, hol vagyok? Hol van minden? Hol a videójáték? Van itt valaki? Ja, be kell állítani, aha. Itt vagyok, nyugi. Minden működik. Ez egy technikailag professzionális élőadás, ebből élek állítólag. Ott is vagyunk. Köszönöm szépen Purple Dwarf Purple Dwarf, tehát Purple Dwarf Hamster, köszönöm neked is. Gergő, Lecsós Tojás, CS, Somi, gratulálok a vizsgádhoz, jó utat hazafelé. Santoro, Benny és Simon Lacika az ezressel. Nagyon-nagyon köszi Kopidó, Neutroncsillag, Sebastian, még egyszer.
mindig így próbálom visszatrekkelni, hogy ki az, aki már volt, de nagyon szépen köszi srácok, és mindenki másnak is, aki nem szab, nem donétel, nem kommentel, csak itt van csöndbe, és a VOD nézőknek is egyébként, ahol már lehet kommentelni minden stream végén. Mert vannak játékok, tudjátok, amiket nem játszunk végig, és akkor ott nem volt komment szekció, úgyhogy most már minden stream végig VOD alá tudtok YouTube-on írni, hogyha valami olyan dolgotok van, amit szeretnétek megosztani. Nem kötelező, ugye néha jobb csöndben maradni, ezt tudjuk. Srácok, töltsük be a játékot, és nézzük, hogy hol hagytuk abba. Nobody can join. Load. Úgy. Friss víz. Az kelleni fog a játékban is. No. Nézzük, hogy hogyan állunk. Ott hagytuk abba, hogy az előző adásban ugye... Mi volt ez a platsanás? Megcsináltuk a kertet, ezt itt egészen szépen berendeztük, el vannak ültetve. Doboz. Ja, megfogta. Jó. Szóval, hogy elkészült, nyugi, nem kaptam sztrókot. Elkészült a kert. Elkezdtük itt a tetőt is így beépíteni, hogy itt ez a fa, ez így itt marad, de azt nem tudjuk, de lett egy ilyen vitorlánk, az tök jó. A házikót is így úgy, ahogy berendeztük, fogjuk rá szódával. Itt hátul meg ugye gyűlnek a... Hát nem zavar, hogy lefröcskölsz a farkaddal? Ne haragudj, engem a szüleim úgy neveltek, hogy mielőtt valakit lefröcskölök a farkammal, legalább megkérdezzem, hogy akarja-e. Na mindegy. A lényeg az, hogy itt tartunk. Srácok, és a mai cél ugye az lenne, hogy hát egyrésztről nem sikerült befejezni itt az úszóeszközöket, amiket akartam. Ugye fel akarjuk szerelni a karaktert békatalppal, illetve ezzel az oxigén levegőztető tartály, vitorla, uszony, tehát a dologgal, amivel tovább tudunk a víz alatt maradni. Oxigén tartály. Maradjunk ennyibe, és akkor ebben meg is egyeztetünk. Úgyhogy ezt a kettőt kell csináljuk. Ehhez ugye hínára lesz szükség, mert olvasztottunk egy csomó ilyen zöld genyót, ha minden igaz. Hát a csomó az 5, de hogy kifogytunk a hínárból, úgyhogy hínárgyűjtögetés lesz, ezek mellett pedig ugye a különböző nyersanyagokat, az agyagot, a fémet, ezeket kell összefarmoljuk, hogy aztán majd meg tudjuk csinálni a navigációs rendszereket, ugye, amivel ezeket a sztoris cuccokat meg tudjuk csinálni, vagy meg tudjuk találni, de van már elemünk, ahhoz is meglett a recept, circuit boardunk, úgyhogy szépen lassan haladunk a dolgokkal, nem gyorsan, de hát nem kell kapkodni. Minden szépen sorjában, ugye. Ja, meg új, lett új ilyen víztisztítónk is, amit üvegből tudunk majd készíteni, úgyhogy receptek vannak, szépen farmolgatni kell, ez majd ilyen kellemes hétzárós pénteki nyugodalmas farmolgató stream lesz, úgyhogy szigeteket keresünk, és szépen ott majd azon gyűjtögetjük a gyűjtögetni valókat. Na de, akkor mindenek elejében ezeket így elpakoljuk, eszek, alszok, utána lehet, hogy halacskákat kell majd sütögetni, és akkor keresünk egy szigetet. Meg közben meg is kéne öntözni a dolgokat. Ezek meg vannak öntözve, ez már le is szedhető, akkor ezt kell megöntözni. És talán fönt a fa is meg van öntözve, nem tudom, hogy azt milyen sűrűn kell öntözni, de aludjunk egyet, mert sötétben nem jó létezni. Szia Serenit, egész pofás kis raftod van már, hát nagyon szépen köszönöm. Közben a hype vonatunk az itt már lassan 100%-os ötös szinten, hát idén úgy kezdtétek meg a támogatásokat, srácok, hogy nem győzök hálálkodni. Úgyhogy minden esetre azért megpróbálom, nagyon szépen köszönöm. No, van-e valami gyorsan fogyasztható ételem? Hát, süssünk halat. Az a biztos. Még az eltart egy darabig, mire elkészülnek ezek a kicsikék, de no. Meg akkor majd kamillázzatok szépen, gülű tekintetetekkel, drágáim. Hogy látunk-e szigetet. Még az a baj, hogy ugye amíg esik az eső, addig nem látunk el olyan távolra, úgyhogy türelemmel kell lenni.
Bezony, bezony. Köszi. Na, Csalabárd, melyik oldalon van? Nem tudok gyorsabban menni, az a baj, mert éhezik a karakterem. És olyan jól tudok mellé dobni. Tehát, ha van különleges képességem, ami egyedülálló a Raft közösségben, az az, hogy senki nem dob olyan szarul, mint én. Egy hal. Ne, de megnyersen a hal... Na várjál, meg lehet enni nyersen a halat? Most véletlen megettem nyersen a halat. Ilyen mióta van a játékban? Hát olyan vérmérgez... vagy mindenféle mérgezést kapunk, ami csak létezik valaha. Na jó. Ezt is megtanultuk. Nem tudtam, hogy lehet ilyet. Van kicsik ezek a story jack. A kagylót kikutattam szerintetek? Vagy azt nem kell? Megkikutattam. Revet ki az asztalból, na közben Karesz támad. Beköszöntő is így. Megérkeztél a streamre pár perces késéssel, te bunkó. Egyből rombolsz. Legalább mondtál volna valami szép verset a nézőknek, vagy valami. Ott egy sziget. Kapitány, az én vagyok. Rotáte. Arra megyünk. Kellene nekünk megálló készülék, tudjátok mire gondolok. Azt mondja, hogy Ankor. Kő. Craft. Tudj. Tudj. Nagyon kevés a helyem. Hogy szoktak az emberek elegendő helyet létrehozni dolgokhoz? Sose értem. Úgy. Jó irányba megyek? Tökéletes irányba megyek. Azt ott valahova rakjad ki, légy szíves. Úgy. Igen, hát az így... Megint nem egy nagy szigetet találtunk. De hínár az mindenhol van, úgyhogy annyira nem gond. Ja, van nagyobb láda, csak ahhoz kell ilyen... valami fém elem. Most meg nem mondom nektek így hirtelen, hogy melyik. Kell hozzá nyersanyag. Ehhez a kisládához, ehhez meg még nem kell. És tekintve, hogy még nem állunk olyan jól, így nyersanyagok tekintetében, így nem merek magánykodni. Az jó dobás volt. Amúgy nagyon jó parkolok. Ezt így szeretném, hogyha mindenki belátná. Mielőtt nekilátunk a dolgoknak, nincs, nem raktam föl vizet. Kéne enni, igen. Enni, inni akartam, mielőtt itt nagyon bele lovallom magam a dolgokba. Hagyják, Aresz, hagyjá. Na. Hello, Mr. Sziget. Üdvözöllek. Mit van nekem? Nem tudom, hogy vágjak-e fát. Nézzünk körül. Hát. A nagyon sok meglepetés nyersanyagot nem tartogat a sziget nekünk. Nem úgy az is terv, hogy ma bővítsük majd a tutajt. Na. Nem tudok fölbagolni a textúrán, nézd meg. De ez az. Úgyhogy egyébként fa is kéne. Ott vannak a hínárok. Jó, kivágom ezt a 2-3 fát. Aztán megyünk a víz alá. Jól parkolsz, csak rossz helyre. Nem, direkt úgy akartam megállni. Ugye, ha emlékeztek, kísérleteztünk ezzel az előző adásban, hogy messze legyen a tutaj attól a helytől, ahol alámerülök, mert akkor lehet, hogy ott marad a cápa. Úgyhogy direkt azért ott álltam meg, mert tudtam, hogy nem ott fogok lemerülni. Azaz. Ezaz. Stronghold vibe-ok. Fa kellene, fa kéne, nagy uram, írja Veldurf. Hát, ez ilyen. Benyomok egy kókuszt az arcomba. Meg benyomjuk a két mangeszt is. Azaz. No.
Kérem szégyen tisztelettel. Ott a tutaj. Ott van karcsika. Hanyas karcsika ez? Kérnék szépen információt ezzel kapcsolatban a járási bíróságtól. Negyedik ő? Ő a negyedik, ugye? Hopp, egy melóne. Még egy melóne. És akkor itten valahol lá... negyedik, igen, köszi srácok. És elhisszük, hogy nem fog ide jönni? Ebben bízunk? Ebben hiszünk? Jó, majd üvöltök, akkor tudjátok, hogy tévedtem. Most már közeledek a tutaj felé amúgy. Hát ott Karcsi, hülye vagy, mint a seggem, én itt nagyba szedem le a cuccokat. De ez egy jó taktika, én ezt nem tudtam, hogy így működik. De tök véletlen tapasztalgattuk az előző adásba. A virágokkal festeni lehet el, de hát egyébként cső, üdv neked is. Azt hiszem. A többi meg majd kiderül, de én úgy tudom, hogy elsősorban... Ajaj, ellátsz idáig, te fasz? Bocsánat. Nem lát el idáig. Én úgy tudom, hogy a virágok elsősorban arra vannak, hogy tudsz vele színezni. Úgy. Na. Inárokat úgy, ahogy leszettük. Csak óvatosba kell itt duhajkodni. Mennyi lett ez? 9. Az amúgy lehet, hogy elég. Ott egy kacsló. Ott volt Karesz amúgy. Látom én. Figyelek én. Jó. És akkor homok kéne, meg agyag. Ugye ez itt kő, meg scrap, azok annyira nem kellenek, ezek a világos kitüremkedések azok, amik most nekünk, na már kezd dugulni az orrom, amik nekünk egyelőre most priók. Úgy. Mondjuk már most több nyersanyagot találtam, mint az előző streamben 3 óra alatt. Mondjuk, hogy sokat kellett még előkészüljünk. A szikla oldalán, amit korábban láttatok, szerintem arra vonatkozik a cseten a kérdés, azt szerintem réz volt. Ugye a réz, meg a fém, meg ezek, azok azt hiszem, hogy a kicsit mélyebben a sziklák oldalán nőnek, vagy teremnek, vagy minek, hogy tetszik. Látjátok, az is az ott réz. Az az ilyen sötétebb barna. Jó messzire eljöttem a szigettől. Hashtag bát. Várja, az a sziget egyáltalán? Ez ilyen pici volt. Csinálunk egy új húkot, kipakolok, eszek és jövünk vissza. Létezik, hogy... De... Biztos, hogy az a sziget? Ez... Haló? Ez talány? Ez átverés? Ez egy hazugság. Na, jó, itt vagyunk. Ega olyan kisebbnek nézett ki, nem? Ura volt. Hol van Karcsi? Ja, ott van. Jó, várjatok, mert jöttek itt magvak. Ült. Nézd meg, ezt túl buzgó vagy. 5 percig nem te vagy a főszereplő, már egyből vonyítasz. Ismerünk ilyen embereket. Azt mondja, hogy... Dínje. Meg kéne akkor már öntözni őket. Fröccs. Hát a pálma magaz nem kell. Azt elrakhatjuk. Tudnám, hogy melyikbe tárolom. Itt kellene tároljam. Bár nem itt tárolom, de itt kéne. Úgy. Fagyló. Ínár. Ez az. Csináljak ennyi kötéllel. Még elrakni se tudom. Jó, akkor nálam marad. Úgy. Homoknak itt nincs hely. Szépen vagyunk. Nem raktam föl vizet. Jó, még meg kell locsolni azt, vagy azt nem kell meglocsolni? Hadd szedem le.
Ez kész van, srácok? Igen, ezeket nem lehet leszedni. Csak egy magot ad vissza. Ezt kell meglocsolni. Ígyunk inkább. Bár nem megeszem a izét, hova tartogassam a görögdinnyét. Szia főni, megígérted az előző raf sorozatban, hogy kivégzett csalabárdot. Ne aggódjatok, mindent is ki fogok végezni. Mindent és mindenkit. Jó szokásomhoz híven. Szedjük le a krumplikat. Az a baj, hogy túl jól néz ki, amikor ezek így megteremnek, úgy nincs szívem leszedni. Úgy. Öntözünk egyet. Márja, ezt önst ki. Magam sem tudom követni, hogy mit csináltam, meg mit nem. Igen, tudom, Nessai, miért nem csináltál már több izé vízforralót? Mert ez a kis fos, majd a nagyobbból csinálunk többet. Jó, még ezt a hármat megöntözzük. Ezt is kéne, de ezt nem fogjuk. És akkor megyünk vissza. Mondjuk akkor már égethetnék is. Úgyhogy vegyük ki a zöld genyót, és akkor égessünk. Bár először nem is égetni kell, hanem... Flipper, ott van, megvan a békatap. Úgy. És akkor ez az üres műanyag palack kell nekünk, ehhez kell 4 darab. Jó, tehát 4 hínárt ki kell égessünk. Miközben én itt kertészkedek. Tudj. Jó. Még megesszük a krumplikat. A bálnának még nincsen neve. Szegény Sanyikának már mind a két kezét tövig lerágták a madarak. De hát na. Az élet ilyen kegyetlen. Talpat nem csak vízbe kéne használni? Ja, mert hogy így elhasználódik, srácok? Elhasználódik, hogyha rajtam van a száraz földön? Nem tudom. Csak nem. Igen, mi komolyan? Hát ezt a fasságot kitalálta ki. Jó, akkor leveszem, köszi. Ilyen hülyeséget. Elhasználódik a békatalp. Aludj! Aha. Köszönöm szépen. Kaptad is. Nagyon szépen köszönöm. Valaki szeretné még megmondani, hogy mit csináljak? Egyszer van rá lehetőség. Jó, öntöztünk. Szeress! Jaj. Amúgy csak vízbe használódik, e fiát baszott, látjátok? Így figyeljen az ember a hűséges nézőire. Na, csináljunk egy kukkapitány. Úgy tényleg, meg itt van az olló. Nem is emlékszem az ollót, mire kellett használni. A Minecraftban az hasznos, azt tudom. Most egyelőre nem prió. Jó, van. 2 genyó. Azt mondja, hogy az meg van öntözve. Az is. Meg kéne öntözzem a fát itt fönn. Most nem tudom, hogy ez kinőtte teljesen, srácok. Ez már készen van? Honnan tudom, hogy ez már teljes fa-e? Ibelix azt mondja, igen, neki hiszek, ő így vágni szokta. Ha ott van a bal tejjel, akkor jó. Aha. Oké. Köszi. Jó. Most ezt megöntöztem az előbb. Igen, ugye? Elvileg minden megvan. Akkor kivághatjuk a fát.
ültetünk egy újat, meg azt megöntözzük. Azaz. És akkor le is tudtuk a mai kertészkedést. Megesszük a mangót. Amúgy ez a fanevelés, ez rohadtul nem éri meg. Most azért szarakodtam ennyit, hogy egyek egy mangót, ami alig tölt vizet meg kaját, meg kapjak 4 darab fát. Szóval valamire biztos megéri a faültetés, de így, hogy 1 darab mangót adott egy egész fa, így rohadtul nem. Most oké, hogy nem tart olyan sokáig, még felnő a fa, de... 2 kaptál, nem 4. De valami másik streamet hallgatsz, Dometrász, vagy én nem tudom, hogy ezt mire mondtad. Jó. Hoppá. Úgy. Nagyon jó. Köszönöm szépen, ja, hogy a fára. Értem. Jó, hát most az tök mindegy, hogy hány fadarabot kaptam, és a 4 fadarab jobban megéri, mint a 2. Hát most... Az a legkönnyebben farmolható resource. Ad levelet, fát, gyümit és magot is, nem rossz. A mag az önmagában lényegtelen, mert azzal csak újra termeled. Én nem tudom, a fa meg a levél, az szerintem a legkönnyebben automatikusan gyűlő nyersanyag. Tehát, hogy... De biztos van értelme, nyilván ti jobban értetek hozzá. Nem ironikusan mondom. Ura, nekem egy kicsit ez. Jó. Aludhatunk. Nyilván a fa folyamatosan kell, tehát abban igazatok van, hogy ebből a szempontból az egy jó resource, csak az egy könnyen gyűjthető resource végül is. Hogyha azt nézzük. Glutty. Úgy. Most vélettel leszettem a krumplit a falon keresztül? Aha. Istenem. Tudom, hogy nyersen eszem a krumplit, és nem kéne egyébként. Jó. Farmen gírem lesz, de... Craft. Igen. És akkor még 5 darab wine goo kell. Az anyámat. Jó. Nagyon boldog vagyok. Szóhoz se jutok. Jó, visszamegyünk. Leszedjük a maradék nyersanyagokat. Aztán megyünk tovább. Hoppá. Úgy. Sikerült lebetegednem a stream tart életbe. Jobbulást, Miksa, jobbulást. Na nézzük donáció fronton mi a helyzet. Kingazita, köszi a 13-at, DJ Tommy, Reverian, Choki Surf, nagyon szépen köszönöm a giftet. LV, Sámán vagyok, Cactus Mark, The Star. Ott már az 3 éven túl jár, az igen. Mark, köszönöm neked is, üdvít köztünk. Heavy Real Time szintén üdv. Dani és Lemonade, Ádi, Gargalusz, Tamara, neked is nagyon szépen köszi. Zoltán, Gergő, Aspel, Hun, Bujék, Geri, Sajtos Csoki Puding. És talán a többiek már voltak. Nagyon szépen köszi, srácok. Nem tudom, fel kell majd bérelnem valakit, aki ezt olvassa helyettem, mert már nehezen tartom a tempót. Nagyon szépen köszönöm nektek, tényleg. Jó, ezt a koppert leszedhetjük. Azaz.
Nagyon hülye vagyok, hogy a köveket nem szedem le, srácok, de hogy azt most valahogy nem érzem priónak. Serenit vállalja. Ó, mondjuk az egy nagy biznisz lenne. Teljesítménybérbe fölvesszük Serenitet, aki itt fog ülni Discordon és köszöngeti a feliratkozásokat. Az ő hangját úgyis jobban szeretitek, mint az enyémet. És akkor egy csomó donét jönne csak azért, hogy Serenit beolvassa a neveket. A szimpek rárepülnének ezerrel. Ez mekkora 2 millió IQ terv amúgy? Ebben látom a pénzügyi potenciált. Mondjuk az a baj, hogy szépen lassan én így eltűnnék a streamről, mert mindenki csak azt akarná hallgatni, hogy Serenit köszöngeti a donéteket. De mondjuk, ha részesedésem van belőle, vissza is vonulhatok. Ez egy jó ilyen nyugdíjterv, srácok. Köszönöm szépen. Mennyi a részesedése? Hát, nagy lelkű gyerek vagyok, kap 10%-ot, értitek? Nem vagyok én fukar. Kap 10%-ot a felolvasott szabokból és donétekből. Igen, mondjuk Ati próbálja ezt visszafogottan megfogalmazni, hogy Serenit ne bannolja ki a chatről, de... igen, ez feszegeti a striciség határát valahol. Tehát Sörény, neked mi a vélemény? Tehát ez ugye a pimpség felé úgy valahogy félúton van. Tehát, hogy dugni nem kell, de szopni fogsz a chattel. Bocsánat. Na, nyugi, helyezzük. Na. Végül is a fuchsok már elkezdtek kialakulni. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag öntudatlanul átvedlek egy ilyen undormányságba. Na, persze csak viccelünk, srácok. Szenegyint az én kis drága barátom, úgyhogy nem használjuk ilyenekre. Meg amúgy sem futtatjuk a lányokat, srácok, ne legyetek stricik, és ne támogassátok a prostitúciót. Ott a rossz lányok pont... Mi? Nyugi. Sose jártam még ilyen oldalon egyébként, nem tudom, hogy működnek ezek az oldalak. De mondjuk most erről ne kezdjünk el talán beszélni. Majd egyszer megnézem. Ez az. A...